A betlehemezés az egyik legismertebb karácsonyi népszokás Magyarországon, de emellett több tradíció és jelkép is köthető az ünnephez. Ilyen például a fenyőfa is. Az örökzöld növény Jézust és a megváltást szimbolizálja. A bibliai örök életfájának tulajdonítják, tudtuk meg Fuchs Márta néprajzkutatótól. Az a fa, amiről már nem tudott Ádám és Éva enni, Isten legnagyobb ajándékaként az örök életet mégiscsak visszakapja ugye az emberiség a halála után, és ezzel azt lehet mondani, az isteni megbocsátás tényleg teljessé vált. Tehát valójában a fenyő, mint egy örökzöld fenyő, azt is szokták mondani, hogy magának Jézusnak is a jelképe. A karácsonyfadíszeknek is jelentésük és jelentőségük van. A legősibbek között szerepel például a csillag, ami a Krisztus születését hírül vívő angyalokat jelképezi, vagy a gyertya, amely maga a megvilágosodás, vagy Jézus szimbóluma. A fenyőfát a 16. században kezdték el feldíszíteni, a feljegyzések szerint először Németországban. Hazánkba csak a 19. század elején ért el ez az azóta már ikonikussá vált jelkép. Történelmi, hát ilyen urbán legendák szerint egyébként nem lehet pontos dátumot tudni, 1828-ba vagy 24-ben Brunswick Teréz állítatja föl a Krisztina városi Kisdedóvóban az első karácsonyfát. Kezdetben az ajándékokat is a fára akasztották, tudtuk meg a néprajzkutatótól, és csak az elmúlt 100-150 évben terjedt el, hogy a karácsonyfa alá helyezik azokat.